fa workshopja a szigeten. Hello Wood, ez egy alkotótábor volt most a nyáron, július végén, és ott hát ilyen valamennyire hasonló installációkat csináltak a diákok, de sokkal nagyobbakat, és így azt szeretnénk, hogyha így a szigetlakók is kicsit így érezhetnék, hogy így milyen vicces dolgokat lehet csinálni egy ilyen nagyon egyszerű anyaggal, mint ez a fa léc, fenyőléc. Igazán konkrét ötletem nincs, mondjuk egy virágkehely jut például eszembe erről a formáról. A shelter for rain. First thing that crossed my mind. A tornádó mellette, ami ilyen, hát majdnem 40 vízpárásító készülék van rászerelve, ezt Pozsár Péter tervezte. Na hát ez a Tornado Lounge, és ezt Huszár András és Mekle Balázs tervezte. This is like a kindergarten. We are big kids over here. Ez mennyire poén lenne, hogy csinálnánk egy ilyen óriási hintalovat, és egyébként tényleg így fantasztikus, én is már többször voltam rajta, meg így látom, hogy az emberek így nap mint nap használják. Tök jó érzés, amikor többször volt, hogy így már zárás környékén ott voltam így a környéken, és így az emberek is skandálják, hogy ne, még ne zárjátok, mi még használni akarjuk, mert minden is már 25. last round, és mégis így állnak és akarják. I don't know who is the architect, but they are all really beautiful. Better, you can sit, you don't have to stand up, so it's great, yeah. A little bit of a, I don't know, Colosseum or something, like a Roman amphitheatre, like something like that. Szerintem ez tök vicces, mert tényleg így bárki képes, hát ugye én is, tehát hogy így előtte nem sokat csináltam, és hogy így teljesen egyszerű, és így elereszteti az ember a fantáziáját, nagy, kicsi dolgokat, akármit lehet.